Sziasztok! 16 napja vagyunk úton. Többen kérdeztétek, hogy mennyi cuccal indultunk el, vagy hogy oldottuk meg. Hát most egy ilyen bepakolás előtti állapotban vagyunk. Elment csak szirénázza valami. Mégis mi van itt? Ugye nyilvánvalóan, hogy online is tudjunk dolgozni, hoztuk a komputert. Én hoztam magamnak a hihetetlen bibliáját ennek az üzleti vállalkozásnak, és szerintem nagyon-nagyon sok sikernek. Nyilván ilyen dolgok, hogy tudjak menet közben hallgatni. Szenzációs volt. Tegnap végig az egész úton úgy bírtam ki, hogy hallgattam Napoleon Hill Gondolkozás gazdag, hogy hangos könyvét a fülesen keresztül. Ezt nem teregetem ki, de van benne néhány technikai nadrág, ezek a pelenkás nadrágok, van benne vagy 2-3, egy-két privát, tehát póló a szabadidőre, illetve 3 öltözet így kerékpározni. Ebben tartom a szennyest, törülköző, hát ez a minimális sminkem, amit hoztam magammal. Hát nagyon nem tudom földobni a sminkemet, de nagyon nincs is rá szükségem. Aztán ilyen kis privát dolgokat hoztam, a technikai kesztyű, nagyon fontos, én szeretem ezt a kis szütyőt, amit mindig készhez kaphatunk, nyilván a telefontöltő, nagyon szeretem ezt a szemüveget, mert ez fényre sötétedik, világosodik, és nem kell folyamatosan cserégetnem a lencsét. Ez nekem egy olyan pak, ami teljesen felül van, bármilyen törülköző, amire szükségem van, vagy esetleg bicska, erre Tibinek lehet szüksége, vagy ugye van ilyen kis törülköző a Nutrilite-tól, nagyon fontos szélcseki, esőkabát, bár terben hagyott tegnap, teljesen bőrigáztunk. Külön pakoltam be, hogyha esetleg menet közben megállunk, és vizes lesz, akkor a táskát majd megmutatjuk, milyen táskáink vannak. A strandruhákat, plusz egy kényelmesebb cipőt, ugye ezt ismeritek. Ezt a kerékpára tudjuk rátenni, folyamatosan után tudunk tölteni napközben is a fehérje szelettel, benne van az NV-től egy készfertőtlenítő, van benne egy maszk, illetve egy napfényvédő, hogyha szükség van rá. Mit hoztam én még magammal? Nutrilite-nak van egy ilyen kendője, amit be tudok vizezni, és a nyakamba tudom tenni, ha nagyon melegen van, hasznos volt. Hát erre szükség lehet, hogyha a rendőrség úgy kívánja, technikai zokni, illetve technikai cipő. Ez egy érdekes cipő, hasonlóan működik, mint a síbakancsok. Tudom vele tekerni, szűkíteni, tudom nagyobbítani, és a klipsz az alján, most tanultunk klipszesen kerékpározni. Tibor majd fog mutatni egy videót a klipszezésről. Hát természetesen hoztuk a minimális dolgot a higiénia, a testápolás révén. Fontos nekünk is a szájmaszk, a készfertőtlenítő. Nagyon jó, hogy bárhol, bármikor megállunk, volt már, hogy ledobta a láncot, akkor egy ilyen kendővel le tudtuk hozni az összes kenőcsöt a kezünkről. Ugye a szájápolási termékek. Nagyon jó, Németországból rendeltünk ilyen készfertőtlenítő utántöltőt, amit szintén tudunk hasznosítani. És a mosószer, koncentrátum, na ez segít abba, hogy amikor megérkezünk, ezért elég 2-3 nadrág, mert folyamatosan tudom akkor ezeket mosni. Ugye a tusfürdő, a testápolónk nem sokára el fog fogyni, nagyon nagy szolgálatot tett. A izzadásgátló, ebbe tettük a sampont, nem akartuk a literest hozni magunkkal, nekem nagyon szárad a hajam, fontos egy ilyen hajolaj, hoztuk a parfümöket, az ártiszti asztisztító tonik, ebbe kaptunk kölcsön a UCX-nek öregedésgátlónak a nappali fényvédősét, az éjszakai kréme, a szemránckrém, ezt hoztam magammal pótban, pluszban, hogyha elfogyott a nappali krémünk, igen, és üzlettársunk töltött bele nekünk nappali UCX arc tejet. Hoztam a hidrevének is egy szemkörnyékápolóját, és hoztam a Dermasonic készüléket. Tehát nagyon-nagyon fontosnak tartom, 3 hétig leszünk úton, hogy ne felejtkezzünk el az arcápolásunkról, miközben tekerünk. Nagyon-nagyon fontos, hogy mennyire figyelünk magunkra, és ebbe sikerült bele sűrítenünk 3 szérum koncentrátumot, ami hidratál, öregedésgátló és ránctalanító, és belülről a fiatalít öregedésgátló a Truvivity, ennek van a tablettája és van a por, ezt még ma meg fogom most inni, ezért készítettem ki magunknak. 2-2 palackot tettünk rá a kerékpárra, az egyikben már elő van keverve a
Az aminósav, ami segít menet közben, hogy az izmainkat megtámogassa, a másikba pedig vizet szoktunk tenni, vagy menet közben veszünk még és pótoljuk. Ez volt az én részem, és most átadom nektek Tibit, aki megmutatja, hogy ő mit használ. Hát az én részem ugyanaz, mint a pirosé, tehát nekem is van két ilyen kis miniszekrényem, ami benne vannak a személyes holmiaim, néhány póló van benne, egy hosszú nadrág, de még egyszer sem használtam, két fehér nemű van benne, tényleg minimális, és ezzel el lehet látni egész, akár két-három héte is az embernek magát. Ugye háromféle kerékpáros nadrág, egy most, ami rajtam van, pótgumik, de még ezt sem lehet használni, hál' Istennek. Aztán vannak ilyen érdekes ilyen nadrágok, hogyha mégis fázna az ember, de még ezt sem használ. Lábszárvédő. Lábszárvédő fel tud csatolni magadra, vagy akár a kezdetre fel tud venni, és akkor egy teljesen kezes lábas nadrágban rajtad. Melegítő. Úgyhogy szintén a kerékpár a kis minibox. Fontos ugye a szél jacky, fontos az eső kabát, és nekem ami igazából fontos a technikai részek mellett ugye, hogy itt mindent megörökítsünk, tehát láttátok azért, itt vannak a vitaminjaink, már fogytán vannak, ugye még van itt nekünk három napunk, de azért még van csokoládénk, van fehéreporunk, vadiképorunk, vitaminjaink is még. Érdekes módon véletlenül 20 napra pakoltunk mindent, pedig kevesebb napra készültünk, de így minden vitaminunk így meg lesz, és igazából itt a technikai eszköz, ugye nekem itt a drón, amit használunk útközben, kinyitjuk és akkor kiengedjük és felveszünk a különféle felvételeket, különféle technikai eszközök még ahhoz, töltőzsinórok, különféle powerbankok, ugye, hát minden azt, ami kell egy ilyen utazáshoz. Nem csak drónt hoztál, hanem és, hoztad a... Hát hoztam ugye a kis pici DJI kis készülékünket. És a GoPro-t. A GoPro az fel van szerve a kerékpára. És nekem is ugye itt a cipő, amit Piros mutatott, nagyon érdekes és nagyon könnyű vele tekerni, hogy fogunk erről beszélni, mert nem csak nyomod, hanem húzod is vissza a lábodat, és így fél erővel tudsz szinte. Persze elég az a fél erő, úgyhogy kell azt azért nyomni. És ahogy milyen érdekes az egész, hogy nekünk összesen az egész cuccunk négy ilyen zsákban van belepakolva, szépen be tud pakolni ezt a zsákot teljesen, fel tud kattintani a kerékpárod nagyon gyors mozdulattal, le tud emelni, nagyon biztonságosan maradt a kerékpáron, és akkor csak össze kell tekerni, összeakasztottad, és láttad már a kerékpárunkat is, hogy teljesen vízhatlan, vízálló, úgyhogy ez a rengeteg minden cucc, amit itt most nekem bemutattunk, meg tudja Piros mutatni itt az ágyunkon, itt a szállodai szobában, hogy mi van, ezt mind visszük magunkkal, és minden nap kipakolunk, bepakolunk, és újra indítjuk a napot. Úgyhogy most éppen indulunk Gyulára, innen Szegedről, sziasztok, majd találkozunk.